átalakulóban. A rendszerváltás óta leépítés és csökkentés jellemezte a honvédséget, azonban a kormány úgy döntött, hogy megduplázzák a honvédelmi költségvetést. Vész. A felhasználókat is bevonja a katasztrófavédelem a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás applikáció fejlesztésébe. Felújítások. Jelenleg város szerte 6 bölcsődében végeznek felújítási munkálatokat. A nyíregyházi önkormányzat több mint 200 millió forintot nyert a fejlesztésekre. A rendszerváltás óta leépítés és csökkentés jellemezte a honvédséget, azonban a kormány úgy döntött, hogy megduplázzák a honvédelmi költségvetést. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A honvédelmi miniszter szerint erre az új kihívások, kockázatok és fenyegetések miatt van szüksége az országnak és a magyar embereknek. A fejlesztéseket az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv alapján szeretnék megvalósítani a következő években. Az Rényi 2026 elnevezési program két részből áll. Első része a honvédelem, amely a katonáról szól, és a katonát érintő összes tevékenységről. A második része pedig a technikai eszközök fejlesztéséről szól. Ha pedig figyelembe vesszük a jelenlegi kihívásokat, majdnem az alapokról kell kezdeni a honvédség és a honvédelem újjáépítését. Erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter az M1 reggeli műsorában beszélt. Igen, majdnem az alapoknál kell kezdeni, ezt a választ adtam, hiszen a rendszerváltás óta nem büszkélkedhetünk azzal, hogy a magyar honvédséget fejlesztettük volna. Sokkal inkább mindig a csökkentés, a leépítés volt a fő cél, és ez bizony képességvesztéseket eredményezett. A másik dolog pedig az, hogy új kihívások, kockázatok, fenyegetések jelentek meg napjainkban a világon, Európában, és ezekre a kihívásokra, ezekre a kockázatokra fel kell készülnünk. Magyarországnak szembe kell nézni ezekkel a kihívásokkal, és hogy szembe tudjunk nézni vele, ehhez szükségünk van egy korszerű, modern, erős honvédségre. Ezt szolgálja ez az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program is. A honvédségben jelenleg nincs létszámhiány, azonban az újjászervezés és az új szervezeti egységek létrehozása miatt vannak új betöltetlen pozíciók. A Nyíregyházi József András Múzeumban egy programsorozat indult, Most szép katonának lenni címmel, melynek célja, hogy közelebb hozza a fiatalokat és a honvédséget, valamint a honvédelem eszméjét. Azt találtuk ki tavasszal, hogy hirdetünk egy előadássorozatot, aminek az a cím, hogy most szép lenni katonának. Ugye ez a régi 48-as nótából, mert Kossuthnak verbúválnak, most nem Kossuthnak, hanem a hazának verbúválunk. És arra gondoltunk, hogy meghívjuk a Magyar Honvédség vezető személyiségeit, hogy ők mondják el, hogy ők hogy látják a honvédség helyzetét, hogy látják a jövőjét, hogy látják a lehetőségeit. Úgy terveztük, hogy tavasszal meghívjuk ide a Honvéd vezérkar főnökét, Benkő tábornok urat, de hát ugye Istennek hála, választások után ő miniszter lett, tehát ő neki most sokkal fontosabb dolgai vannak annál, hogy Nyíregyházára eljöjjön, ezt mi megértjük, össze viszont megírta, hogy eljön. Aztán meghívtuk Takács tábornok urat, aki korábban a bocskai dandárparancsnoka volt Debrecenben, aki most az önkéntes haderő fejlesztésén, megteremtésén dolgozik. Ő az önkéntes tartalékos rendszerről beszélt, aminek az a lényege, hogy 2026-ig az ország 193 járásában egy minden járásban egy 100 fős, tehát tulajdonképpen 19.000 fős önkéntes tartalékos haderő áll fel a mostani honvédség mögé, mint egy másik vonalként. Bene János hozzátette, a honvédség a hazaszolgálatán túl izgalmas és kiszámítható karriert is jelenthet a fiatalok és a továbbtanulók számára, ezért az év végéig még legalább két eseményen szeretnék népszerűsíteni a honvédségi életpályát. A felhasználókat is bevonja a katasztrófavédelem a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás, vagyis a Vész elnevezésű applikáció fejlesztésébe. A rendszer már negyedik éve működik, segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak az ország aktuális veszélyhelyzeteiről, a figyelmeztető és riasztási jelzésekről. Az applikációt veszélyhelyzetben akár 60-70 ezeren, nyugodtabb időszakokban pedig körülbelül 20 ezeren használják. Egy árokba borult buszról tájékoztat a Vész mobil applikáció. A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatása 4 éve működik már.
Az alkalmazás célja a felhasználók tájékoztatása a különböző vészhelyzetekről és riasztásokról. A vész alkalmazás elsődleges célja az volt és ma is az, hogy a katasztrófavédelem közvetlenül tudjon kommunikálni a felhasználókkal, így a lakossággal, vagy az újságírókkal, vagy bárkivel, aki letölti ezt az alkalmazást. Így biztosított az, hogy mondjuk egy katasztrófa esetén legyen szó árvízről, legyen szó egy nagyméretű ipari katasztrófáról, tehát bármiről, ahol a tűzoltók feltűnnek, hol a katasztrófa védelem ott van, közvetlenül a lehető leggyorsabban tudjuk tájékoztatni a felhasználókat. Az alkalmazás nagy előnye a testre szabhatóság, tehát a felhasználó meghatározhatja, hogy milyen típusú üzeneteket szeretne kapni, legyen szó többek között katasztrófa helyzetről, meteorológiai előrejelzésekről, vagy országos riasztásokról. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudjuk leszűrni, hogy akkor, amikor nagyobb baj van, tehát például egy viharkáros időszak, akkor több tízezerrel nő meg a letöltőknek a száma. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor akár 60-70 ezer felhasználója is lehet az alkalmazásnak. Nyugalmi állapotban, mint például most, amikor nincsen olyan katasztrófa vagy esemény, ami indokolná ennek a használatát, ilyenkor 20 ezer körül van az aktív felhasználóknak a tábora, azonban mivel ingyenes az alkalmazás, ezért senki nem veszít semmit, aki tényleg csak akkor tölti le, amikor neki van szüksége erre az alkalmazásra. Az alkalmazás fejlesztésében figyelembe veszik a felhasználóktól érkező visszajelzéseket is. Lakossági részről jellemzően a formára és kezelhetőségre vonatkozóan tesznek javaslatot, illetve a sajtó munkatársai a közölt tartalomról küldtek visszajelzést. Az alkalmazás mindkét nagy mobil operációs rendszer felhasználói számára elérhető. Nyíregyházán a bölcsődék és óvodák felújítása, illetve korszerűsítése folyamatos, amelyeket önkormányzati vagy pályázati forrásból valósítanak meg. Jelenleg városszerte 6 bölcsődében végeznek felújítási munkálatokat. A nyíregyházi önkormányzat több mint 200 millió forintot nyert a fejlesztésekre. A Katica bölcsödében már korábban megkezdődtek a felújítások, néhány éve ugyanis még a régi nyílászárókon keresztül fütyült be a hideg a csoportszobákba. Hangzott el a bölcsödei felújításokat bemutató kedreggeli sajtótájékoztató Nyíregyházán. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen elmondta, összesen 6 óvoda és 3 bölcsöde felújítása zajlik jelenleg, és fejeződik be még a nyári szünet alatt. 6 óvoda beruházása, fejlesztése már megkezdődött május elején, most pedig a 3 nagy bölcsődei felújításunk indul. Még a közbeszerzés nem zárult le, de úgy tervezzük, hogy június végéig el tudjuk kezdeni a felújítást. Ez a Fazekas János téren, a Vécsei Közmű Stadion utcán lévő 3 bölcsőde a bölcsődei vezetőkkel való konzultációk alapján kerültek kijelölésre, és emellett a Dália utcai bölcsőbe is eszközbeszerzés lesz, amely egyrészt a konyhára, másrészt a gyerekekkel való foglalkozásra, a játékokra vonatkozik, de ez csak egy pályázat, van az önkormányzatnak a saját erőből finanszírozott évi rendszeres, hál' Istennek már 5 éve tartó programja, amiben ebben az évben 6 bölcsődében tudok olyan szükséges munkákat elvégezni, mindösszesen 44 millió forint körül összegben, amik már nem akkora holderejűek, de nagyon szükségesek. Az energetikai és eszközbeszerző felújításokon túl a jövő évtől létszámbővítő beruházásokra is készülnek majd a nyíregyházi bölcsődékben. Idén viszont a Családok Éve elnevezési programsorozat egyik rendezvényének házigazdájaként várják a kisgyermekeket és a családokat a Katica bölcsődében. Május 26-án 10 órai kezdettel a Katica bölcsődében egy országos roadshow keretében a Családok Éve programsorozatnak Nyíregyháza ad helyszínt. Ezen a napon olyan programsorozatokat, programokat terveztünk, amelyek megcélozzák nem csak a családokat, hanem a családokon keresztül a gyerekeket és a hozzájuk tartozó családtagokat. 2 programsorozatból fog állni ez a rendezvényünk.
tervünk, az egyik egy főzősóval egybekötött egészséges táplálkozással kapcsolatos rész, a másik rész pedig az egészséghez hozzátartozik nem csak az egészséges étel, hanem hozzátartozik a mozgás is, a másik pedig egy mozgással kapcsolatos tevékenység sorozat lesz. A programsorozat nyíregyházi állomására nem csak a kisgyermekeket és a szülőket, hanem a nagyobb testvéreket is várják, tette hozzá az igazgató. Ma éjfélig lehet átnézni, elfogadni, kiegészíteni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető netes felületen. Ma a NAV minden budapesti és megyeszékhelyen lévő központi ügyfélszolgálata este 8 óráig tart nyitva, és várják azokat, akik a tervezettel, bevallással 1+1%-kal kapcsolatban segítséget kérnek. Aki egyetért a tervezetben foglaltakkal és nem tesz semmit, annak május 22-e után automatikusan bevallássá válik a tervezete. Az őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek részére készített bevallási tervezet azonban csupán egy ajánlat, ami nem válik automatikusan bevallássá. Nekik a tervezetet ki kell egészíteni az önálló tevékenység, illetve az őstermelői tevékenység jövedelmével és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Amennyiben ezt elmulasztja, a NAV tájékoztatja, hogy pótolja a hiányt. Ha ez elmarad, akkor az adóhivatal 50 000 forint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztó őstermelőt, illetve áfa fizetésre kötelezett magánszemélyt. 3D-s technikával készült el a József András Múzeum előtti oroszlán szoborlábának rekonstrukciója. Az öntött vasból készült alkotás Nyíregyháza emblematikus jelképe lett. Azonban az első nyíregyházi Lions Club elérkezettnek látta az időt a restaurálásra. Az ünnepélyes helyreállítása a Vásárosnaményi Múzeum előtt álló másik két oroszlánt is visszahozták. 1954-ben került a négy munkácson öntött vasoroszlán nyíregyházára, egy altábornagy sírjáról. 1970-ben a négy oroszlán külön vált, kettő a József András Múzeum előtt kapott helyet, kettő pedig a Vásárosnaményi Múzeum előtt. A nyíregyházán maradtak közül az egyiknek a kezdetektől fogva törött a jobb mancsa. Ezt javította ki most az első nyíregyházi Lions Club. Először azt hittük, hogy ez könnyen fog menni, de aztán kiderült, hogy nem annyira egyszerű dolog ez, hiszen hát ez olyan mesteremberek kellenek, akik ezt meg tudják csinálni. És először egy pesti cég segítségével készült erről egy ilyen szkennelés, mármint hogy arról a mancsról, amelyik épp, hogy annak nyomán egy 3D-s nyomtatóval el tudják készíteni a mintadarabot. És ezt a mintadarabot a Nyíregyházi Lions Club egyik oszlopos tagjának, Vinnai Attilának segítségével eljuttattuk a kisvárdai öntödébe, ahol Kisvárdán kiöntöttek belőle egy ilyen nyers vasdarabot tulajdonképpen, és hát azt kellett még megmunkálni, az pedig egy nyíregyházi idős szaki, egy régi vágású vállalkozó nagyon gondos munkával el is végezte ezt a munkát. Ezen a héten még együtt látható a négy oroszlán. Május 25-e a régészet napja, ebből az alkalomból idén is érdekes programmal készül a múzeum. Lehetőség lesz korabeli harci eszközök kipróbálására hagyományőrzők segítségével, valamint egy régész vezetésével egy ásatáson is részt lehet majd venni pénteken. Az ásatásban való részvétel, tehát ezen a programon való részvétel az regisztrációhoz kötött. Ennek a hogyan nyáron, miként jöről a múzeum honlapján bővebben találunk információt e-mail és telefonszám formájában, és ahogy említettem, ez a tavalyihoz hasonlóan próbáljuk megszervezni. Itt lehetőség lesz buszos kirándulás keretében, illetőleg biciklistúra keretében részt venni, illetve megérkezni a helyszínre, de nyilván egyénileg is meg lehet majd közelíteni a területet. De hogy ennek pontos helyszíne hol van, azt talán majd csak pénteken derül ki, amikor a regisztráció ellenében térképet magához veheti bárki, aki részt kíván majd venni az eseményen. A múzeum látogatóinak lehetőségük van támogatni az értelmi fogyatékkal élő embereket is. Gyereknap alkalmából erre gyűjtési akciót szervez a József András Múzeum. Adományokat is gyűjtünk gyerekek számára, mégpedig a múzeum faluban lesz sérült, értelmi fogyatékos gyerekek számára egy rendezvény, és a József András Múzeum is akciót hirdetett, hogy bármi olyan használati tárgy, amiket ők szívesen tudnának használni. Itt kitettünk az aulában egy konténert, és ebbe várjuk ezeket az adományokat, amit mi a múzeum faluban az Egyesületnek át fogunk adni. A sajtótájékoztatón bejelentettek egy olyan programot is, amelyet hosszú szervezés előzött meg.
Június 12-én este 6 órától Berec András tart előadást a Megyeháza dísztermében. Feljutott az NB1-be a kisvárdai futballcsapat. A másodosztály 36. fordulójában Kondás Elemér együttese 1-1-es döntetlent játszott a Szegeddel, így két fordulóval a zárás előtt 7 pont a várdaiak előnye a harmadik helyezett Békés Csabával szemben. A kisvárda pénteken a már bajnok MTK otthonában lép pályára. A mérkőzés előtt egyszerű volt a képlet, egy pontra volt szükségük a hazaiaknak ahhoz, hogy a többi eredménytől függetlenül feljussanak az NB1-be. A 9. percben Lukasz tornáztatta meg Szántai kapust, és ezzel az első félidőre el is lőtte puskaparát a kisvárda. A gólhoz a vendégek jártak közelebb, a 36. percben Szabó tört kapura, lövése azonban elgurult a bal kapufa mellett. Közvetlenül a szünet után Lukács, majd Misics szerezhetett volna gólt, de ekkor még érintetlen maradt Szántai hálója. Az 50. percben aztán megtört a jég, egy jobb oldali beadás végén Hely Viktor addig forgolódott, amíg lövőhelyzethez nem jutott, labdája pedig a kapu bal alsó sarkában kötött ki. A 70. percben Szabó és Lukasz ütközött a 16-oson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt a Szeged javára. A 11-es Germán a balra vetődő zöldesi mellett a kapu jobb oldalába gurította. A folytatásban nem történt említésre méltó esemény, így a kisvárda a 3-as évszót követően már élvonalbeli csapatnak mondhatta magát. Nem ezen a mérkőzésen múlott, hanem az egész éven múlott, mert azért kellett ahhoz, hogy az ősz folyamán annyi pontot gyűjtsön a csapat. Nyilván ilyenkor, mikor már tétre megy a játék, akkor már megremegnek a lábak, és ezt láttam az első fél időben is, hogy nagyon sokan nem mertek játszani, nem mertek kettőt passzolni, és pont emiatt volt pontatlan a játékunk, mert nem volt folytatás a játékunknak. Másik fél időben már sokkal jobb volt, nyilván jókor rúgtuk a gólt. Sajnálom ezt a büntetőt, amit elhibáztunk, de hát hagytuk fölgyorsulni a Petit. Utána igen, a végén már tényleg kiküzdöttük szerintem ezt az egy-egyet, ami egy történelmi jelentőségű eseményhez vezetett. A vendégek edzője Őze Tibor, aki 20 évvel ezelőtt a Nyíregyházával jutott fel az élvonalba, megérdemeltnek tartotta jelenlegi csapata pontszerzését. Én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelt a pontszerzésünk, aminek nagyon örülünk, ugyanis egy NB1-es csapat otthonában szereztünk pontot. Külön emeli ennek a pontnak az értékét, hogy egy kapott gól után, miután kihagytuk a mérkőzés helyzetét, kaptunk egy gólt, és innen sikerült talpra állnunk. Én úgy gondolom, hogy a mérkőzés kép alapján teljesen jogos, és innen szeretnék nagyon sok sikert kívánni a kisvárdiaknak az élvonalban. A kisvárdai klub szakmai igazgatója Révész Attila szerint egy tudatos építkezés gyümölcséretbe az NB1-be jutással. A hosszú évek alatt felépített szisztematikus munkának ma beérett a gyümölcse, és hát ez nagyon jó érzés. Én azt gondolom, hogy ma minden kisvárdai szimpatizáns, játékos, stábtag, kollégák, vezetők, mindenki büszke lehet arra, hogy egy ilyen kisvárosban egy ilyen óriási sikert tudtunk elérni, és bebizonyítottuk, hogy a kisebb költségvetéssel is, és egy kisebb klub is tud sikert elérni. Bár már hetek óta sejteni lehetett, hogy a kisvárda feljut az élvonalba, a csapatkapitány örült annak, hogy matematikailag is biztossá tették az osztályváltást. Mi is már nagyon vártuk igazából, látszódott is a meccsre, hogy kicsi ideges volt a csapat. Mindenképp akart bizonyítani már feljutás, de az elején, hogy végre sikerült. A forduló további eredményei a következők: Vác Budaörs 1-1, Szolnok Budafok 1-2, Győr Sopron 3-2, Siófok Kazincbarcika 1-2, Csákvár Soroksár 1-2, Cegléd Dorog 1-1, Békés Csaba Nyíregyháza Spartakusz 3-1, Moson Magyaróvár Gyirmót 3-0 és Zalaegerszeg MTK Budapest 5-4. A tabella élén a már bajnok MTK 82 ponttal megelőzve a 69 pontos Kisvárdát és a 62 pontos Békés Csabát. A Kisvárda pénteken az MTK otthonában lép pályára. Ledolgozta hátrányát és tovább jutott a nagykőrös ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Continental Arénában 85-67-re verték ellenfelüket, és az 5. helyért a PVSK ellen lépnek pályára. Az első mérkőzés csütörtökön Pécsen, a visszavágót jövő kedden Nyíregyházán játsszák a csapatok. A sérült Busz Iván és Olá Zoltán nélkül fogadta az első meccsen 11 pontos győzelmet arató nagykőröst a Nyíregyháza Blue Sharks. A hazaiak már az első negyedben ledolgozták hátrájukat, 10 perc után 25-11-re vezettek a cápák.
A második negyed végén viszont már a vendégek álltak jobban, mivel 4 ponttal megnyerték a negyedet. A harmadik 10 percet 7 ponttal behúzták Nagy Krisztiánék, és mivel a zárószakasz is a házigazdáé lett, a 18 pontos siker a nyíregyháziak továbbjutását jelentette. Jól kezdett a csapat, és megpróbáltuk már az elején ledolgozni ezt a hátrányt. Egy pár perc után ugye 10 lett a különbség nekünk, és sikerült is ezt megoldanunk, ezt a tervünket. Nagyon jól küzdött amúgy a nagykörös is. Többször visszajöttek erre a 10-11 pontra. Ugye hiába egy másik meccsen ugye megnyugtató előny lehetne 10 pont, de itt ugye a különbség itt egyenlő lett. De a csapat összekapta mindig magát, és többször el tudtunk lépni 20 közeli különbségre, és ez ki is tartott a végéig. Mivel a PVSK 2 győzelemmel lépett túl a Miskolcon, a nyíregyháziak a Pécssel játszanak az 5. helyért. Én személy szerint nagyon örülök, hogy a Pécssel kerültünk ismét össze. Már 3 mérkőzést játszottunk velük a szezonban, egy nagyon jó idegenbeli mérkőzésen, ugye hosszabbításban sajnos kikaptunk, de az is egy nagyon jó meccs volt, itthon sikerült őket megverni, illetve a kupába sikerült föléjük kerekedni. Nekem van ugye kötődésem Pécshez is, hiszen 2 évet játszottam ott, nagyon szeretek ott játszani abba a csarnokba, illetve mindig nagyobbat dobban a szívem, mikor abba a városba járok. Úgyhogy én kifejezetten örülök, de szerintem a srácok is így vannak vele, hogy jó ellenfelet kaptunk a végére. A kuparendszerű párharc első meccsét csütörtökön rendezik Pécsen, a visszavágó jövő kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában. Az aranyéremről a Vasas tehetséges fiatalok párharc dönt, a harmadik helyért pedig az Oroszlány és a Veszprém mérkőzik majd egymással. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A rendszerváltás óta leépítés és csökkentés jellemezte a honvédséget, azonban a kormány úgy döntött, hogy megduplázzák a honvédelmi költségvetést. A honvédelmi miniszter szerint erre az új kihívások, kockázatok és fenyegetések miatt van szüksége az országnak és a magyar embereknek. A fejlesztéseket az Rényi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv alapján szeretnék megvalósítani a következő években. A felhasználókat is bevonja a katasztrófavédelem, a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatás, vagyis a VÉSZ elnevezésű applikáció fejlesztésébe. A rendszer már 4. éve működik, segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak az ország aktuális veszélyhelyzeteiről, a figyelmeztető és a riasztási jelzésekről. Az applikációt veszélyhelyzetben akár 60-70 ezeren, nyugodtabb időszakokban pedig körülbelül 20 ezeren használják. Nyíregyházán a bölcsődék és óvodák felújítása, illetve korszerűsítése folyamatos, melyeket önkormányzati vagy pályázati forrásból valósítanak meg. Jelenleg városszerte 6 bölcsődében végeznek felújítási munkálatokat. A nyíregyházi önkormányzat több mint 200 millió forintot nyert a fejlesztésekre. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták május 22-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Szerda estig magas nedvességtartalmú, labilis állapotú levegő áramlik térségünk fölé. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. A délutáni, illetve éjszakai időszakban akár több alkalommal is kialakulhat zápor, zivatar, esetleg felhőszakadás. A délkeleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes gomoly felhőképződés várható. Délután, kora este zápor, zivatar előfordulhat, esetleg felhőszakadás kíséretében. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. Meleg fronti hatás van térségünkben. Az elkövetkező napokban eleinte erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, és napi rendszerességgel többfelé kell számítani záporesőre, zivatarra, néhol felhőszakadásra. A hétvégére szárazabb levegő áramlik felénk, így már a napsütés lesz túlsúlyban, de a gomoly felhőkből szombaton még néhol kialakul a zápor, esetleg zivatar. A hőmérséklet a következő napokban alig változik, koranyáriasan meleg időre van kilátás.